Mi a jövő? Nem kell sokat gondolkodni, hiszen proféciáink vannak erre vonatkozólag. Beihaki nyomán a következő maradt fenn. Eljön az embereknek egy idő, amikor nem marad az iszlámból más, mint annak csupasz neve. A Koránból sem marad más, mint betűinek rajzolatai. A mecsetek ugyan épülnek, de ezek kiüresednek az útmutatástól, és azok hittudósai a föld legrosszabb emberei lesznek az ég alatt, és a fitna, tehát a kísértés fog kiindulni tőlük, majd visszatérni ő hozzájuk. Nem egy pozitív profécia, de ez az emberekről szól, nem az iszlámról, mert az iszlám győzni fog. A közeljövőben azt lehet látni, hogy nagy háborúkat nem a nagy hadseregek vívják meg és a szuperhatalmak, hanem azok csatlósai, hűbéresei, tehát a vazallusok. Személyes véleményem, hogy a radikális iszlám mozgalmak meg fognak erősödni. Minden nagyhatalom hozzájuk fordul, hogy ők vívják meg a harcokat, írtsanak embereket, vágjanak el gazdasági és érdekeltségi útvonalakat, mert ők sokkal hatásosabban tudják ezt véghez vinni, mint a nagy reguláris hadseregek. Ráadásul nem a szuperhatalmak állampolgárai halnak meg, hanem muszlimok. És egy másik célt is elérnek vele, hogy az emberiség a lehető legrosszabb képet fogja festeni az iszlámról, hiszen muszlimok gyilkolják őket, legalábbis névleg muszlimok. Agymosott szakállas barmok, csőcselék, hada. Ők fogják megkapni a finanszírozást, a támogatást, a logisztikát, és közben mehet a kommunikáció. Ezt látom. És közben azok a muszlimok, akik a tömeget képviselik, a hívők, csöndbe kell maradniuk, és próbálni átmenteni az igaz iszlámot, az emberiség rendező erejét egy olyan korba, amikor arra érdemes az a kor, és annak szülötte. Ez a kor nem az. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.